Jó reggelt kívánok, sziasztok! Pár napja ott voltam Győrben, egész pontosan Győr mellett, Gyirmóton, a győri ördöglovasoknál. Tóth Szilárd, ördöglovas barátom, az ördöglovasoknak a pápája, mestere, mentora hívott el, már 2 éve rágja a fülem, hogy menjek el, próbáljam ki magam, és most elsikerült jutnom, de őszinte leszek, hogy elvéreztem. Tehát, hogy nem csak a homokban való 6 kilométeres futás volt a legnehezebb dolog, hanem rengeteg-rengeteg feladat volt. Nagyon élveztem, borzalmasan élveztem, és amikor így a meghalás közepette elején voltam, Szilárdnak mindig az arcáról elszállt egy kis mosoly, hogy kisgyerek elvérzel. Ezért, Szilárdom, szeretnélek kihívni téged egy húzatásra. Tudom, hogy szereted. Tudom, hogy oda vagy érte, és mit szólnál, hogyha ketten felállítanánk egy világrekordot ebből? A világrekordot most jelenleg Halápi Roland tartja 680 méterrel. Mit szólnál, hogyha megdöntenénk? Tudom, hogy férfias dolog, tudom, hogy szereted te is a kihívásokat, úgyhogy ölellek, hajrá, várom válaszod. Szevasz, Bács Peti barátom! Az az igazság, hogy kaptam a videót, a hideget, meleget, és a kedvesem is felhívott, és azt mondta, hogy nem voltam elég kedves a válaszba, úgyhogy szeretnék most egy kedvesebb választ adni. Nagyon szívesen vállalom ezt a megmérettetést, de ha megengeded, én szeretnék majd egy picit változtatni, ugyanis ott Halápi Roland ezen a lóhúzatáson, vagy lóután kötetésen egy lóval dolgozott, ami nagyon megviseli a lovat. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ha már lód, akkor legyen kövér, két ló legyen, mert két lónak meg se kottyan egy embernek a vontatása, és akkor nagyobb sebességgel, nagyobb tempóval, aztán nem tudom, hogy a versenytávban szeretnéd megtenni, vagy pedig gyorsaságban, ez azt jelenti, hogy egyszerre indulunk, vagy külön. Én szívesebben vállalnám azt, hogy egyszerre. Ha már ennyit hozzátehetek a lovas szakmai dolgok, akkor nagyon szívesen, és hogy kedves feleségemnek is megfeleljek, igen, aki nem tudna, mi nagyon jóban vagyunk, és jó barátok vagyunk. Én nem gondoltam, hogy ez a hétvégi vizsga ilyen hatással volt rád, de természetesen, ahogy te elsőre igent mondtál, én is igent mondok, és legyen bármilyen őrült az ötlet, nagyon szívesen ott leszek veled, és aztán meglátjuk, ahogy mondtam, hogy a rutin vagy a fiatalság lesz a nagyobb előny. Még egy pár apróság, amit le kell majd pontosítani ebben a bizonyos kihívásban vagy produkcióban. Az egyik, hogy milyen talaj. Tehát az sem mindegy, hogy fűvön vagy homokba. Ugye a fűvön gyorsabban lehet csúszni, de megvan az esély annak, hogy a ló is instabilabb lesz egy kicsit, ha csúszik a lába. A homokon stabilabb a ló, viszont nagyobbat fog, nehezebb, tehát jobban megviseli magát az embert is, akit vontat. Illetve tudomásom szerint Halápi Rolandnak ugye égett a hátán a kabát egy darabig, ami aztán egy idő után ugye azért kialszik, vagy legalábbis gyengül ez a bizonyos láng. Tehát elég összetett maga ez a kép, tehát nem tudom, hogyha világrekordról beszélünk, minden részletét szeretnénk-e betartani, de én amihez feltétlenül ragaszkodom, hogy ne egy ló legyen, mert ez tényleg a lónak nem lesz jó, hanem két ló, ugyanis azért a lónak a derekát, tehát nem hidegvérű, nem munkás lovakkal, nehéz lovakkal fogunk ugye megméretkezni, hanem hátas lovakkal, és azoknak azért jobb, hogyha 2-20 egy embert. És gondolom az is fontos, hogy a lovas könnyű súlyú, kiül rajta, igen. Hát én úgy gondolom, hogy ez lehet igazságosan, hogy kiüljön a lovon. Két hasonló képességű lovas súlyban, méretben, ugyanolyan pár, tehát össze kell állítani, össze kell rakni, de úgy gondolom, hogy nem biztos, hogy ez lesz a legnehezebb része, mert az, hogy a lovak egy adott távolságon milyen tempót tudnak menni, az ugye függ azért az ő képességéktől, edzettségüktől. Azt viszont, hogy ha már innen nézzük, hogy ez ki hogy bírja, hát akárhogy is nézem, azért van egy fizika. Tehát Peti súlyát nem tudom, csak megítélni, tehát ő mondjuk szerintem 80 kg alatt van, én viszont masszívan 94-95 kg vagyok. Ez azt jelenti, hogy ha 75 körül van, akkor én 20 kg-val nehezebb vagyok,
kicsit más nyelven szólva, mélyebb gödöt fogok vágni a földbe, az biztos, illetve nagyobb az ellenállásom is a méretemnél és a súlyomnál fogva. Tehát ilyen szempont, és ez nem magyarázkodás akar lenni, valamelyest a lovaimnak is nehezebb dolga van, ami engem húz. És gyorsaság szempontjából is, meg hát nekem is, mert hát ugye nagyobb súly nehezedik, de hát ugye itt nem erről szól a történet, hanem az, hogy ugyanúgy, ahogy egy ördöglovasnál mindenkinek a saját súlyával, a saját testével kell dolgozni. Úgyhogy nekem ez van, neki az. Érdekes, nem tudok egyre válaszolni. Tavaly előtt is többször különböző lovassókba húztak, vontak, de ott 200 méternél többet soha nem kellett megtennem. Úgyhogy jövő héten gyorsan kipróbálom, hogy mekkora az a táv, ami csak úgy simán megy, és meg kell néznem, hogy mi az, amire komolyan készülni kell ahhoz, hogy adott esetben nyerni tudjak, már pedig azért Peti barátom azért üzenem, hogy csak részt venni nem megyek, tehát nyerni készülök, aztán hogy sikerül, az majd az ottani helyzet, szituáció eldönti. És milyen terepre gondoltatok, tehát hogy helyszínileg? Én nem tudom, mert ugye ez a Petinek a, nevezzük így a kihívása, ötlete. Amikor én az ördöglovas vizsgára hívtam, én hazahívtam ugye a Rodeo Ranch-re, és tudtam, hogy a vizsga ott lesz, hogy neki mi jár a fejében, remélem hamarosan kiderül, mert még sem az időpontot, sem a helyszínt nem tudom. Remélem nem holnap után kell menni, mert a családommal éppen pihenni készülünk egy kicsit a gyerekekkel, meg a feleségemmel. De hát majd elárulja most már remélhetőleg, hogy van-e valami speciális helyszín, ki tudja milyen talajon, hát majd meglátjuk. Úgyhogy várom nagyon kíváncsisággal, hogy mire készül a fiatal úr. Gyakorlatok közben és alatt ugye elkészítettem több videót, és ott mindig megígérte, hogy ezt visszakapott Szilárd. 20 percet járnak, még mindig 5 percet futnak. Visszakapom. Mit érzel? Mindent. Hullazsákat akarok. Papot, széttemetést jelenleg így. De ezt elmondom most, hogy a Szilárd... Ez még csak a hatodik. Hatodiknek én már a 66-nál érzem. A Szilárd ezt vissza fogja kapni. Valamit kitalálok, de ezt nem fogja megúszni. Figyelem! Lehetetlen. 25 a minimum és 101. Folytatjuk. Gyerünk, Peti, hajrá! 64 év vagy. 70. 70. Hajrá, Bence! 70-nél vagyunk. Ez az. Szerintem már kétszer megvan. 88. Már fél lábok. Emlékezz, mit írtál az álmodban? Ne adjuk fel! Gyerünk, Peti, gyerünk! 5, 6, 7, 8, 9, 100, 1, megvan! 102! Megvan! Jó volt? Igen, emlékszem rá, hogy ezt nagyon sokszor megemlítette, hogy ezt biztosan vissza fogom kapni. Hát elméletet. Ezt még este megtanulod, reggel a kiklovaglás. Szóval nem erre szerződés. Szerződésen nem erre szólt. Amint tudom, valahogy visszaadom neki ezt az egészet. Még nem tudom, hogy holnapig kitalálom, tehát hogy fejéremben nem bosszús, de nem felejt. Hát voltak holdpontok. Nem ettem ma sokat, de majdnem többször hánytam, mint ahányszor ettem volna. Hát ez embert próbáló. Akkor valószínűleg már elindult benne valami. Én kérdeztem, hogy van-e valami konkrétum, akkor szerintem még nem volt, csak ezen rágódott egy darabig, inkább csak az érzés volt, amit ugye érzett közben, meg ahogy ő említette, hogy a szemembe azt a sanda mosolyt, és emlékszem rá, amikor ugye elküldtem neki a vizsga feladatot, és visszahívott másnap is, megkérdezte, hogy van-e élő ember a Földön, aki ezt tudja teljesíteni, ezt a vizsgát, és minek után jeleztem, hogy többen is vagyunk, illetve tavaly is volt 15, sőt a legfiatalabb 10 éves volt, akkor azért sikerült a hiúságát felpiszkálni, úgyhogy azonnal igen, mondta, hogy jó, rendben jön. Úgyhogy megyek én is, aztán a feltételeket, hát figyelj, most a feltételek neki is ugyanaz, nekem is ugyanaz, úgyhogy innentől kezdve gondolom, majd valami olyat fog kitalálni, ami számára is teljesíthető. És nagyon gratulálok a vizsga eredményedhez, azt azért sokan nem tudják, hogy te azt mondtad, hogy elvéreztél ezen a vizsgán, de valójában ez egyáltalán nem igaz. Tehát egy ember, aki először teljesíti ezt a vizsgát, hát majdnem ördöglovas csapattag lettél, olyan elemeket csináltál, amiket soha nem, tehát ott próbáltad előtte egy fél órával, úgyhogy drága barátom, le a kalappal előtted.
Meg sok sikert mind a kettőtöknek, és köszönöm. Ahogy szoktad mondani, kéz és lábtörést. Kéz és lábtörést, így van. Ott leszünk. Szevasztok!